Most az esti mese következik a kisebb gyermekek számára. Ma este Son Viktória, a Kossuth Lajos általános iskola tanulója mond mesét. A Szilvás Gombóc magyar népmese. Egyszer egy gazdag ember házánál nagy dínom-dánom volt. Ebbe a mulatságba meghívta két híres hazugot is. Mihelyest elkezdődött az evés, megeredt a hazudozás. Én tegnap is vendégségben voltam, ott akkora gombócot főztek, hogy 100 méter mázsa liszt kellett hozzá, meg 50 méter mázsa szilva. 10 asztalt toltak össze, hogy elférjen a gombóc. 20-an lehettünk abban a lakodalomban, de egy éjjel és egy nappal ettük, de még a feléhez sem tartottunk. Miközben ettünk, eltűnt két vendég. Kerestük bent, de sehol sem voltak. Már egy órája kerestük őket, mikor valaki kikiabál a gombócból. Jaj, de jó, de pompás! Hát belebújtak a gombócba, hogy annál is többet tehessenek. Na jól van, mondta a másik hazug. De az csak kölyke lehetett annak, amit én egyszer egy vendégségben láttam. Az akkora gombóc volt, lehettünk, hogy 50 napban a lakodalomban, 3 nap s 3 éjjel ettük, de még a negyedéhez sem jutottunk. Így hát azt mondtam a társaimnak, pihenjünk. Úgy is lett. Pihentünk egy fél napot, majd megint nekifeküdtünk a gombócnak. Beleütközött egyszer a villám egy szilárd dologba. Azt hittem szilva mag, de nem. Egy kőtábla volt az, amire az volt ráírva, hogy innen még 3 kilométer a töltelék. No, elhiszem, mondta a hazug. Ha elmondod, hol készült az a rettentő nagy üst, amelyikben ez a gombóc főd? Hát az ott, amelyikben a te gombócod rögyöd.